Sziasztok, srácok, és üdvözlök mindenkit a mai videóban. Ugyebár az előző részben megkérdeztelek titeket, hogy mit szeretnétek kezdeni azzal az elkészült, de nem működő vasfarmmal. Megkértelek titeket, hogy írjátok le, hogy szerintetek melyik lenne jobb, hogyha egy szörnyet vinnék oda, vagy pedig feljebb építeném. Na most feljebb építettem. Amint láthatjátok, jó magasra. És még mindig nem működik, szóval majd egy másik részben, nem ebben, fogom felvinni a szörnyet, hogy egy kicsit rettegjenek a falusiak, ugyanis akkor lesznek vasgólemek, hogyha félnek a falusiak. Szóval fel kell vinnem egy olyan dolgot, amitől félnek, ami nem más, mint mondjuk egy zombi, vagy mondjuk egy csonti, de inkább zombit viszek fel, és hát ezt nem ebben a részben fogom elkészíteni, ugyanis találtam egy szuper csodálatos, hát boci farmot, ami szerintem egyébként egész könnyen elkészíthető, és hát több mint valószínű, hogy működni fog. Na most itt van nálam, hogy mi az, ami kell hozzá. Szóval kell hozzá egy darab láda, helyett kettő darab láda, három darab tölcsér, egy darab megfigyelő, kettő darab gomb, körülbelül 30 kőtömb, vagy kőblokk, egy darab lépcső, kőlépcső, kell hozzá három diszpenzer. Az melyik is a megfigyelő? Talán. Kell hozzá 4 darab csapóajtó, 7 darab üvegblokk, 1 darab vizes vödör, 1 darab lávavödör, 1 darab redstone, és 2 tehén kezdetnek. Szóval menjünk is, gyűjtsük is össze az alapanyagokat. 1 darab redstone, 1 darab láva, és 1 darab vizes vödör. Jó, ez is megvan, a láva és vizes vödör is kész. Körülbelül 7-es darab üveg. Az itt lesz, 16, 8, tökéletes maradhat. 4 darab csapóajtó, amit szerintem én könnyedén el tudok készíteni. Nem nyomólap kell, hanem csapóajtó kell. Vas csapóajtó az már van, itt a fa. Itt a fa csapóajtó. Oké. 1, 2, 3, 4. Ezen kívül szüksége van még egy kőlépcső, azt viszont elkészítem. Sőt, nem is kell, mert van nekem, de abból csúnya van, szóval jó lenne egy szépet elkészíteni, ami még nincs kész. Szóval ezt így elkészítjük, és itt is nagyon kevés olyan kő készült el, ami nekünk kéne. Szóval megvárjuk ezt a szép követ. Oké, ezen kívül kell ugye körülbelül 30 csiszolt kő, na most hát várjatok, nekünk van egy darab, az jó. Hány darab tölcsér kell? Három darab tölcsér. Három darab tölcsérre lenne szükségünk, szóval ahhoz kell nekünk még ilyen vas. A tölcsérek pedig itt vannak, és kell nekünk láda is. Egy, kettő, három. Hogy állnak a kövek? Már van 7 darab. Oh, itt van, jó. Ez csodálatos, így már jó. Oké, és ezt a maradékot azért visszarakjuk, mert hogy ugye kell nekünk sok-sok. 13, hát még ugyanennyi kell, de addig elmegyünk aludni. Tehát 3 adagoló és 1 megfigyelő. Igen. Akkor kell 3 redstone. Így. És kell nekünk 3 darab ilyen így. Amiből van 2. Na nem baj, legalább lesz 2 darab, megfigyelünk, ami adagoló amúgy. Ja, és kell ilyen sima. Randa kövünk, az van azért. 3 fonál kell hozzá, és 3 bot. Jó, ezt elvileg el tudjuk készíteni, csak barátunk pont rossz helyen áll. De jó, köszi. Na most, így né. És akkor most kell az adagolóból 3, szuper. És most jön a megfigyelő, amiből kell egy nether kavarc is. És 2 redstone, bocsánat. Akkor egyel kevesebb redstone-t vettem elő. Jó. Ja, de akkor viszont a 2 redstone kell, akkor kell egy harmadik is, ha jól tudom. Mert hogy amúgy is kell egy redstone. Oké, ezzel meg is vagyunk. És most már csak a kövekre van szükség, 27, és ugye 30 kell, illetve kell 2 darab nyomógomb, és 2 láda is. Na akkor úgy csinálunk ládát, na gyere vissza! 2 darab ládát készítünk még.
Jó. És nyomógombot, ami kőből lesz. Hol a nyomógombom? Itt. Kőgomb. Aha, jó. Meg lesz az is, ne aggódjatok, még hozzá ebből a kőből. Így, itt van. Kettő darabot, ugye? Igen. Oké, mindennel el vagyunk készülve, az a nagy helyzet. Ja, hát egy valamivel nem vagyunk elkészülve, az viszont ez, amivel becsalogatjuk a bocikat. És, puha, hát szerintem legyen akkor azon a részen, ahol a többi ilyen dolog is van. Na akkor, ezt úgy kell csinálni, hogy ezt most szépen itt kiszedjük. Na és akkor ide fogunk építeni egy szuper dolgot. Szóval először is egy 5x5-ös rész kéne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Így né. Ezt szépen ki kell szedni, viszont van nálam lapát. Szóval azzal gyorsabb leszek. Úgy né. És akkor ezt be fogjuk tölteni kővel. Oké, szóval meg is van az 5x5-ös kő alapunk. A közepét ki is szedjük, mert ugye az csak egy támpont volt nekünk, és ide berakunk a kettő chestből egyet. Ide fog menni... Ó, oh, várjatok. Elszámoltam, hoppá. Ide kell. Ezt meg gyorsan kiszedjük, mert ezt rossz helyre raktam. Igazából jól csináltam, ugyanis ide kell a másik chestnek jönnie, ha jól tudom. Szóval ide jön a másik chest, akkor jó volt igazából. Jaj, ide. Ó, ezt viszont rosszul csináltam, na várjatok. Így, hogy dupla legyen. Menj már, nem szedi fel, nézd meg. Na végre. Úgy, szupi. És akkor most jönnek rá, ugye, a tölcsérek. Na és akkor ide... Jön a három tölcsér, mert hogy ugye... Jaj, bocsánat, Cica, nagyon sajnálom, de hát olyan rossz helyen vagy. Ugye egy fog ide jönni, ami ugye beviszi, ezt shift-tel nyomjuk meg, tehát shift-et lenyomjuk és úgy rakjuk le a dobozhoz csatlakoztatva, ami amúgy egy láda. Ide a másikat, így né. És akkor eddig ez így néz ki. Most jön a megfigyelőnk, aminek a... piros pöttyös részét kell ide raknunk, szóval arccal fog felénk nézni, mert hogy ez a hátsó része a farmnak, ez meg az eleje. Oké, most pedig felhasználjuk az egyik kőgombot, shift-tel a közepére, az arcára helyezzük rá, ezek után pedig elkezdjük építeni hátul a falat. Oké, ezek után, ahol a tölcsérek vannak, na, oda fogjuk rakni ezt az adagolót, és a lényeg az, hogy tátott szája felénk nézzem. Majd pedig a köztes helyeket kitöltjük kővel, és ide középre is helyezünk egy adagolót, és az is fontos, hogy jaj, szembenézzen velünk. Na most, hogy elfogyott a kövünk, ezt megszívtuk, szóval most hozunk követ. Mert ne legyen már ilyen csúnya felemás. Szóval ott tartottunk, hogy ide felpárkőrözzük magunkat, nagyszerű. Nem, így, nem. Na, nézzétek. Így jön, és akkor ide még egy részt fel kell húzni. Nagyszerű! Ezt a cicát még valahol le kéne. Ez miért is ül itt? Hess már innen. Na, ez így megvan. És akkor ezután jön a ez. Ez, és ezt valahogy úgy kell rárakni, várjatok, hogy így. Így, igen, 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 ez a lépcső. És ez jó nagy szívás, mert mégiscsak kell sokkal több blokk. Fel fogjuk húzni a falakat, illetve a tetőt. De ehhez szükségem van még blokkokra. Szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy itt kettő, és itt kettő blokk egészen fel. Uha, nem lesz elég. 1, 2, 3, 4, 5, nem hiszem el. Így, és akkor ezt úgy kell beépíteni, hogy itt kettő, és itt egy. Pont elég volt, és ezt pedig itt nyitva hagyjuk. Most jönnek a csapóajtók szerintem. Tehát kettő ide lentre jön.
Így. És kettő pedig úgy jön ide, hogy erre a rész, aha, rosszul lett felvíve. Így. Aha, hogy így tudjuk leszedni pont erre a részére. Nagyon jó. És ahhoz, hogy ezt berakjuk, még szükségünk van ugye a két darab karra, amit nem készítettem el, nem tudom, hogy miért nem. Szóval nem is tudom elkészíteni. Nagyszerű, micsoda összeszedett ez az egész. Ide fel kéne ugranom, hogy fel tudjak menni. És erre rakom le. Nézd meg, de béna vagyok. A karokat. Látjátok? És hogyha ezt bezárom, akkor ez kinyílik. Mármint, hogyha kinyitom a kart. Na, de ezt most visszazárom. Most jön az üveg, ami szintén nincs nálam, mert letettem. De hogy miért tettem le az üveget, az egy nagyon jó kérdés. Tudjátok mit? Sárga üveg lesz nálam, jó? Mert az úgy sokkal menőbb. Ezt annyira utálom. Ezt annyira utálom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aj, de csodálatosan néz ki. Na és pont azért kellett ugye a kar a két felső részre, mert hogyha itt szeretnénk lenyitni, akkor ugye az üvegen keresztül nem tudnánk lenyitni. Na és akkor ami most jön az érdekes részt, ugyanis az egyik gombot, azt az egyetlen egyet, ide fogjuk rátenni. És úgy van, hogy ebbe a kettőbe rakjuk be a lávát. Hol a másik láva? Ja, itt van. Jó. És ebbe pedig a vizet. Na és akkor ez úgy működik, hogy adagolni fogja. Tehát itt van víz, és most nincs. Van víz? Nincs. Látjátok? Hogyha megyünk hátra, ezt kiszedjük, és ide kell az egyik redstone. Így né. A lényeg az az, hogy most elmegyek aludni, de jönnek a tehenek, szóval két tehenet kell majd szereznem, akik éppen szabadon vannak, na mindegy. Csak én ne essek be, jó? Úgy, oda. Na, nem esel be? Vagy mi van? Oda be kéne esned. What? Ne szórakozz velem. Beesett? Jó, beesett, oké. Szóval egy ott van bent, és akkor kell keresnem még egyet, de szerintem amúgy itt lent lesznek. Na gyere, bocika! Húzom a társadat a bajban. Úgy! Ne! Nézd meg már a szemét! A szemét! Most úgy, fordulj, gyerünk. Hát ne szórakozz már. Ha megint azt csinálj, nem megy bele. Bele kéne. Szórakozol. Oda. Ah! Király! Szóval neki is adunk egyet, meg neki is, és akkor így lesznek kis bocik. Oké. Lett kis boci, és ha minden igaz, akkor az a kis boci oda leesett. Na most ez úgy működik, hogy ha ez a kisboci majd felnő, akkor az adagolóban lévő láva el fogja égetni. Annak a húsa pedig bele fog jönni ide, mert hogy a tölcsérek oda viszik. Szóval elvileg működik, de természetesen azért sokkal több bocira lesz szükségem. Folyamatosan majd ugye hát kell etetnem őket, és ennyi, és akkor hát végül is valamennyire félig automata, félig meg nem. Viszont ahhoz, hogy tudjam őket megfelelően pároztatni, nem szabad, hogy elmenjen ugye az elején a kis tehén. Mert hogyha elmegy, akkor ugye rögtön meghal, és nem lesz nagy tehén, hogy egyre több kis tehén legyen. Na, értitek? Szóval, ja. Most igazából az lesz, hogy akkor meg fogom őket etetni és sokasítani, és hogyha ezzel megvagyok, ami eléggé hosszú idő lesz, akkor újra jelentkezem. És azért kell a víz, mert hogyha ugye megnyomjuk a gombot, amúgy már rájöttem, hogy erre való a gomb. Látjátok? Kiadja a lávát. Lucs. De ez csak akkor lesz halálos a bocira, hogyha már felnőtt, és sokszor előfordul, hogy
ez a boci is meghal, és ezért kell, hogy vízben legyen. És hogyha ezt megnyomjuk, akkor benne van a vízben. De ezt inkább ne csináljuk, mert kijönnek. És ez nem túl jó. Ennyi! És igazából kész! Most már csak várni kell megnőni, de talán innen egy kicsit fel tudom növeszteni. Vagy nem biztos, hogy lehet? De fel tudom növeszteni, és megnézzük, jó, hogy működik-e. Ó, már fel is nőtt. Na és akkor elvileg, ha ezt megnyomom... remélem, hogy nem fog elégni a boci. Látjátok? Ennyi. Oké, és benne van a ládában a sült marhahús. Úristen, hát működik a farm! Juhú, legalább ez működik, de ez a vasfarm, ez kifog rajtam. Hát, srácok, ez is működik, viszont ezt a lépcsőt csináljuk már meg szebbre. Kész, ennyi volt. Ide talán még tudok két szépségelemet behelyezni, de igazából teljesen felesleges. De azért legyen. Így, tessék. Milyen jól néz ki, nem? De nagyon szép, és akkor itt még talán fel is tudok. Na jó, nem tudok felmenni, de így nagyon jól néz ki. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben, remélem, hogy tetszett nektek. Szerintem ez nagyon jó kis, nem automata, de beef farm, vagy hát ugye marha húsfarm. Szóval nagyon jó kis bossi farm. Igaz, hogy nem annyira automatikus, mint amennyire hát meghirdette a külföldi videós, szerintem, de higgyétek el, hogy ez így is nagyon jó lesz. Annyi, hogy nekem még nyilván meg kell etetnem őket, szóval lehet, hogy ezt így kihozom idáig kővel. És akkor jó kis üvegfeljárót készítek. Ó, nagyon jó. Viszont, ha már itt vagyunk, azért ezt befáklyázom, nehogy itt probléma legyen. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Legyetek jók. Sziasztok!